Az első világháború emlékeit tekinthetik meg a látogatók az Eger főterén felállított sátorban. A tárlat 800 eredeti tárgyal mutatja be a nagyháború mindennapjait. Európában egyedülálló kiállítás költözik Székesfehérvár után egy hétre Egerbe a Dobótérre. Az első világháború mindennapjai és a háborús mindennapok valóságai jelennek meg a Magyar Nemzeti Múzeum időközi kiállításán, ami egy 18 méter átmérőjű és 9 méter magas félgömbsátorban kap helyet. Az interaktív kiállítás eredeti kiállítási tárgyakkal mutatja be az életet az első világégés idején a frontvonalnál és a háttérországban egyaránt. A tárlat Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő kezdeményezésére érkezik a városba, mint ahogy korábban az egyiptomi kiállítás, vagy épp a jelenleg is látogatható iparművészeti kiállítás a várban. Az az alapfilozófiánk, hogy minél több országos rendezvénynek és eseménynek otthont tudjon adni Eger városa, és minél több egri, heves megyei terméket és produkciót be tudjunk mutatni a fővárosba. Ez az Európa szerte egyedülálló kiállítás, ez teljesen beleillik ebbe a koncepcióba. Martonné Adler Ildikó, Eger alpolgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, nagyra értékeli az utazó múzeum érkezését, mely ingyenesen lesz látogatható. A vándorkiállításnak köszönhetően azok a helyiek és környékbeliek is eljuthatnak múzeumba, akiknek ez nehézséget okozna. Hozzátette, az EKF 2023 pályázatnak markáns szegmense a kultúra közvetítése, így ezzel a tárlattal elősegítik a pályázat sikerességét. Csasztvai Tünde, a kiállítás főkurátora és ötletgazdája elmondta, a kiállítás varázsa abban rejlik, hogy a világék és minden családot érintett. A tárlaton közel 800 eredeti kiállítási tárgyal mutatja be a háború mindennapjait. Megtekinthetőek lesznek többek között Nagy Imre hadifogságból írt képeslapja vagy Szabó Lőrinc igazolványa is. Nagy hangsúlyt fektetnek az interaktivitásra is. Ruhamsisakot lehet a fejünkre tenni, föl lehet próbálni egy olyan hátizsákot, ami a korabeli katonának a menetfelszerelését jelentette, tehát ez egy olyan 25-31 kiló közötti súly volt, vagy föl lehet ülni egy korabeli biciklire, amin, hogyha hajtja valaki és rendesen hajtja, akkor háborús verseket olvashat. A kiállítás szeptember 16-án 16 órakor nyílik meg a közönség előtt, és egészen szeptember 21-ig lesz látogatható.